Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk a pedagógus szálló volt épületénél, vagy hát annak a helyénél, a Círmos sétány 4-nél, Dobák Istvánnal, a körzet ellenzéki képviselőjelöltjével. És hát az az egyik apropója, hogy itt vagyunk, hogy beszéljünk arról, hogy kedden itt fogunk majd lakossági fórumot tartani, jövő hét kedden 17 óra 30 perc, amire mindenkit szeretettel várunk, hogy beszélgessünk erről a témáról. Na de mi is az a téma? A valódi apropó, a fő apropó, amire eljöttünk, hogy itt a pedagógus szálló épületének helyéről beszélgessünk. Először is azért kicsit helyezzük történelmi kontextusba. István, te itt élsz már több mint 40 éve, ha jól mondom. Így van, jól emlékszel. A sétányokon, ahol most is indulsz képviselőnek. Mi volt itt, hogyan alakult ennek a pedagógus szállónak a története? Addig meséld el, amíg még állt ez az épület. Igen. Nézd, András, ez az épület 1970-es években épült, abból a nagyon okos elgondolásból, hogy abban az időben elég sok helyen kellett betölteni a pedagógus állást. Abban nagyon, az időben is. Abban az időben is, nem csak ma. Ezért az akkori gondolkodók úgy ítélték meg, hogy egy ilyen szállónak az építése lehetővé teszi a vidéki tehetséges fiatalok felhozatalát, és viszonylag alacsony áron tudunk adni nekik szállást, és olyan körülményeket, amivel felkészülhetnek a tanítási programra. Megmondom őszintén, ha kockás ingem lenne, most fekete kockás inget viselnék, mert nagyon sajnálom ennek az épületnek a lebontását. Ez a lebontás, megmondom őszintén, egy 7750 négyzetméteres területet hagyott maga után. Na ennek a területnek a beépítéséről van most szó. Igen, de előtte még egy pillanatra álljunk meg ott, hogy is történt ez a lebontás. Ugye 2021-ben mindenki emlékszik még azokra az időkre, amikor a Covid idején nyilván mindenkinek az élete fölborult. Többek között az önkormányzatoké is azzal, hogy a polgármesterek megkapták azt a jogosultságot, hogy a képviselőtestület nevében hozhattak döntést, annak megkérdezése, beleegyezése nélkül, ugye a veszélyhelyzetre való tekintettel, hiszen nem lehetett ugye összeülni a testületeknek, ez volt az országos rendelkezés. És ekkor Borbély Lénár úgy döntött egy szép nyári napon, hogy inkább eladja ezt a területet, méghozzá azért, mert egyébként ezt csak úgy tudta volna megtenni, hogyha megszavazza a testület, de polgármesterként ekkor egymagában is határozott arról, hogy ő kiír egy pályázatot. Ez a pályázat már eleve furcsa volt, de gyakorlatilag most, ha jól emlékszem, talán egy hétvége volt a pályázása, tehát nem meglepő, hogy előre lehetett sejteni, hogy aki előre tudott a pályázatról, az fog nyerni rajta. És hát így is történt. A Gerolus Kft., akinek ugye ismerős lehet a neve, hiszen az összes csepeli útépítés hozzájuk kötődik, amióta Borbély Németh Éra vezeti Csepelt. Ők vették meg ezt a területet. Egyébként megjegyzem, ők azok, akik megvették volna a Franciaöböltől északra levő területeket is, amit végül sikeresen megakadályoztunk tiltakozással. Ezt nem tudtuk megakadályozni, mert itt mire vége volt a Covidnak, újra összeült a képviselőtestület, mert el is volt adva ez a terület. És ezen a területen mindössze, akkor még állt rajta a pedagógus szálló, bár elég rossz állapotban. 130 millió forint volt az összes vételár, amit fizettek érte. Ezt, hogyha kiszámoljuk, ez nagyjából az ötöde annak, amennyi Budapesten az átlagos építési teleknek a négyzetára, hiszen ugye azt mondjuk, hogy nyilván van bontási költség, akkor mondjuk szorozzuk meg ezt mondjuk kettővel, vagy akár kettő és félrel, még mindig ott tartunk, hogy féláron a budapesti építési telkek átlag árához képest féláron adták el ezt a területet. Nyilván az ügyészség megvizsgálta, nem látott semmi látnivalót, nem meglepő, nyilván a fideszesekre ugye ez szokott történni, ezt is ugye látjuk azért, hogy mennek a nyomozások az országban, nyilván, hogyha Borbélynak meg Némethnek ez az érdeke, akkor ezzel nincs itt semmi látványosság, tehát az ügy lezárult, a nyomozás gyakorlatilag meg se kezdődött, hiszen nem találtak bűncselekményt, pedig több próbálkozás is volt ebben az ügyben, politikai oldalról is voltak jelzések, még a parlamenti interpellációban is meg lett kérdezve Polt Péter. Tehát, de hát ez már a múlt, most ott tartunk, hogy lebontották, mint láthatjuk ezt a területet, és akkor elkezdtek különböző pletykák keringeni, nyilván Borbély Lénárd is ebben érdeke volt, hogy itt ez a pletyka jól elterjedjen, hogy itt parkoló fog létesülni, hiszen nagy a parkoló ínség itt a sétányokon, ezt mindenki tudja, aki erre jár, Csepelnek az összes lakótelepére, ez gyakorlatilag igaz, hiszen amikor ezeket tervezték, akkor nem ennyi volt az egyháztartásra eső autóknak a száma. Igen, nem, de hát azóta, és látjuk, hogy le is van betonozva, tehát akár
alkalmas is lenne már a jelen formájában is parkolónak, tehát hogyha úgy lenne, de hát magántulajdonban van, nyilván ezt ingyenes parkoló nem lesz belőle, de hát akár fizetős parkoló is válhatna belőle, vagy valami hasonló. De nem ez fog történni, idén december, vagy tavaly decemberben, tehát most 2023 decemberében jelent meg a határozat az építési hatóságnak a honlapján, hogy 153 lakásos társasház fog itt épülni, erre megkapták a szükséges engedélyeket a Gerulus Kft., és ezt a területet fogja még jobban terhelni. Egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan terheli ez a területet, mondj egy pár szót erről, hogy te hogy látod, miért gondolod, mit vannak a lakosok itt, hogy érzik az itt lakók magukat ettől az ötlettől, hogy ide 153 lakás épülni. Nézd András, nekem nem alapvetően a vállalkozásokkal, a lakásépítéssel van problémám, avval van problémám, hogy nem tájékoztatjuk a lakosságot. Nem hívunk össze a itt élő közül senkit, hogy elmondja, hogy ő hogy látja. Én úgy látom, hogy a 153 lakás körülbelül legalább 500 embert jelent, ez a 153 lakás legalább 250 autót jelent. Nem is beszélve arról, hogy nem tudom, milyen infrastruktúra van itt alul, csatornázás, villany, gáz, egyéb dolgok, hogy hogy állunk ebbe. Nem látni tisztán, nem tájékoztatja a cég az itt lévő embereket, ezért úgy ítéltük meg, hogy jó lenne, hogyha összehívnánk egy lakossági fórumot, egy utcafórumot, ahol ezeket a kérdéseket megpróbálnánk feszegetni, meghallgatnánk a lakosságot, hogy ők hogy látják. És legalább mi fölkészülünk ugye a rendelkezésbe álló nyilvános adatokkal. Nyilván ez nem minden, mindent nem fogunk tudni elmondani, de erről kell beszélgetni, és meghallgatni véleményeket, hogy ők is úgy aggódnak-e, mint mondjuk én vagy te, hogy itt túlságosan nagy lesz a terhelés. Igen, én akikkel eddig beszéltem, ők mindegyik felháborodva fogadta az itt élők közül, gondolom neked is hasonlóak a tapasztalataid, de hát beszélgessünk, jöjjenek ide, annak is örülök, hogy ide jönnek az önkormányzat munkatársai, hogy tegnap tartottunk Takács Krisztiánnal pont egy utcafórumot a Maros és a Szebeni utca sarkán, ahol ugye ő a képviselő és a képviselőjelöltünk is, és ott is eljöttek az ottani lakosok, és beszélgettünk az útfelújításoknak a szükségességéről, és nagyon jó volt, megjegyzem, még az önkormányzat is eljött, tehát hogy látszik, hogy ezzel föl lehet piszkálni őket, hogyha maguktól nem, akkor mi ellenzékben ez a dolgunk, hogy megtegyük, hogy legalább akkor ilyen. Én remélem most is eljönnek, és megmagyarázzák a bizonyítványt, vagy válaszolnak a lakosoknak a kérdéseire. Úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk jövő héten, kedden, 17 óra 30 perckor itt a Círmos sétány 4-nél a pedagógus szálló volt épülete mellett egy utcafórumra, hogy beszéljük át, hogy mi fog itt épülni várhatóan, és kinek milyen gondolata van hozzá, és hát nyilván ezeket, amik itt elhangzanak, azokat pedig összegyűjtjük, és eljutatjuk az illetékeseknek, hogyha nem jönnének el maguktól erre a beszélgetésre. Remélem sokan eljönnek, szeretettel várunk mindenkit. Kedden 17 óra 30 perckor a dr. Dukán Andrással és a helyi képviselővel Dobák Istvánnal. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket.